Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon. Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával! 30 éve 1993. október 31-én sugározta utolsó magyar nyelvű adását a Szabad Európa rádió. Podcast sorozatunk több epizódjában is megemlékezünk a 42 éven át működő magyar szerkesztőség történetéről, majd felidézzük a búcsú műsort is. Most egy 1990. július 2-án elhangzott interjút ismétlünk meg, melyben a Szabad Európa rádió szerepéről beszél Orbán Viktor, Vásárhelyi Miklós és Rácz Sándor. A riporter Várkonyi Balázs. Nálunk a gondnak nincs helye, mondotta volt gyermekkorom gügyéske slágere. Hát hogy ne volna, gondoltam én valamivel később, némileg eszesedve. És még a sláger ismét és ismét arról tudósított, hogy akott a felzetén az instrukció vidáman. Szóval, hogy nálunk a gondnak nincs helye, nekem, mire valamelyest fölnőttem, minden vidámságom elszállt, látván a köröttem folyó gond és bajtömeget, a csőd hátán csődöt, az anyagi elnyomorodást és a szellemi önfeladást, az érzelmi kiürülésünket, a lelki ragyásodásainkat, és mellé a tarzsdaszált korparancsát, pontosabban a kor vitézőinek macska körmezett napi parancsát. Szóval hallgattam a rádiót, ahol egy askenázi meg egy mrozsek darab között kétségbejtő ellenpontként jött az ostobáska sláger, és attól, hogy nálunk a gondnak nincs helye, végképp elkeseredtem, és végképp feladtam volna, ha nem nyúlhatok olykor például Hrabálhoz, hogy humort adjon, humort, és ezzel életet, erőt, mert humor nélkül már nem bírta az ember ezt a nagy gondtalanságot, a hazugság gondtalanságát, a hamisság problémamentességét. Egyszer végleg elunva nálunk a gondnak nincs helye című halhatatlan dalocskát, elkezdtük tekergetni a rádió gombját, és akkor magyar szóra bukkantunk, és a magyar szó nem arról tudósított, hogy nincs helye, ellenkezőleg arról, hogy itt van köröttünk, itt a gond, a csőd hátán csőd, és mellé a kiválasztott keveseknek, a nomenklatúra tagjainak valóban gondmentes élete. Ekkor nem volt még szamizdat, nem volt még őszinte szó idehaza, legfeljebb egy-egy kiáltás, az sem messze hangzó, és a kiáltás után a börtöncsönt, de az a rádiót messze a kerregések és sustorgások, a madárcsiripelés meg a morzejelek közötti ritka szünetekben érthetően beszélt. Igazul, pontosan fogalmazva, a kegyetlenségig őszintén. És elkezdtünk másként gondolkodni, egy fél ország kezdettel másként, illetve hát nem is jó ez a szó, nem másként, egyszerűen csak gondolkodni. A szabadság az európaiság távoli ígéretét, vagy annak tán csak makacs hitét adta ez a rádió. És ma mégis jönnek az álhírek arról, hogy ez a rádió, a Szabad Európa rádió megszűnik. Mert hogy nincs már rá szükség, akkora idebent a szabadság. Küldetését teljesített tehát. Az álhírek cáfolata is elhangzik a legilletékesebbek szájából, de erre már mintha kevesebben figyelnének. Összeállításunkban hárman szólalnak meg. Látszólag a Szabad Európa rádióról beszélnek. Egy másik olvasatban viszont arról, hogy mi ma a szerepe a távolság hitelesítette bírálatnak, a hiánypótló igazságkutatásnak. Hogy hihetünk-e a sláger hamisságnak, hogy fölnőtte az a társadalom, amelyben a gondnak nincs helye. Következzenek hát a beszélgetések. Orbán Viktort kérdezem. Viktor, szoktad te még hallgatni a Szabad Európa rádiót? Egyáltalán hallgattad-e valaha? Hát régen nagyon sokat hallgattam, és ma már sokkal ritkábban hallgatom. Régen úgymond általában hallgattam, tehát rá volt állítva a keresőgomb. Mostanában már csak akkor hallgatom meg, ha tudom, hogy valami jó lesz, és akkor oda tekerek. Az a valami jó, az micsoda? Hát olyan típusú politikai interjúk, amik engem érdekelnek, általában ez. Én a mostani foglalkozásomból, hogy úgy mondjam, következően ezek érdekelnek, hogy mikor ki mit nyilatkozik fontos helyzetekben, és fontos ember, úgymond, politikai értelemben fontos ember,
a rádióban, ezért akkor oda szoktam általában tekerni, ha tudom, hogy ilyen lesz. Sokan azt mondják, hogy nincs már szükség igazából a Szabad Európa rádióra, hiszen kitört a sajtószabadság. Hát ez egy olyan felvetés, ami így bizonyosan nem igaz, de van mögötte valami, kétségtelenül egy új helyzet van. Bizonyos, hogy nem ugyanaz a funkció a Szabad Európa rádiónak, mint ami eddig volt. A Szabad Európa rádiónak a funkciója az én számomra, meg az én nézőpontomból, ahogyan végigcsináltam az elmúlt két évet, az volt, hogy engem segített. Nem azért segített feltétlenül, mert egyetértett a politikai törekvéseimmel, hanem azért, mert az emberi jogok feltétlen tiszteletének a talaján állt, és a szólásszabadság kiteljesedését szolgálta, ezért tudhattunk egymásra találni. Tehát ezért volt nekem fontos, mint ilyen akkor még fél illegális mozgalomban lévő embernek az, hogy elmondhassam itt a véleményet, nekik meg nyilván fontos volt, hogy leadhassák, összhangban járván el a saját szólásszabadság melletti elveikkel. Egy dolgot bizonyosan mondhatok, hogy a felvetődött kételyek és egy új filozófia kitalálásának a szükségessége ellenére határozottan mondhatom, hogy szükség van egy ilyen típusú rádióra, mint a Szabad Európa, és magára talán a Szabad Európára is. Több okból, nem csak azért, mert nem lehet egyszerűen csak úgy eltekinteni attól, hogy itt egy fölkészült újságírói és rádiós garnitúra áll készen arra, hogy dolgozzon, és sok új, nem sokára létrejövő rádiónál, vagy már létrejött rádiónál lényegesen fölkészültebb emberek dolgoznak itt, következésképpen jobb műsorokat is tudnak csinálni, hanem azért is, mert nincs olyan egyértelműen vége még annak a mérkőzésnek, ami a szólásszabadság kiteljedéséről szól. Különösképpen nincsen vége olyan ügyekben, mint ami várhatóan nagy vitákat fog kavarni a társadalomban, és látható, hogy a médiák is elég elfogultan nyúlnak Magyarországon ezekhez a kérdésekhez, a hitoktatástól kezdve az abortuszon keresztül, most sorolhatnék itt sok mindent. Tehát úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy azzal a lehetőséggel, ami most Magyarországon kialakult, vagyis hogy megteremthetjük a különböző szabadságjogoknak a jogintézményeit, ezekért még küzdeni kell Magyarországon, és ebben a küzdelemben azért mi minden olyan rádióra számítunk, aki elkötelezett az emberi jog feltétlenek tisztelete mellett, a Szabad Európa rádióra is. Tehát úgy gondolom, hogy igenis, az bizonyos, hogy szükség van rá, hogy egy új formát kell kitalálni, ahhoz viszont kétség sem fér. És volna-e valami tanácsod a számunkra? Hát akkor jönnék a Szabad Európa rádió igazgatója, ha ki tudnék találni ilyesmiket. Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom, és ilyen nehéz helyzetben jó ötlettel előállni. Hát én kevés vagyok ehhez. Szilágyi Sándor mikrofonja előtt Orbán Viktor beszélt. Következzék egy másik politikus, aki 1956 tevékeny részese volt. 56-ban Kovács Imre az akkori látóhatárban azt írta, hogy az emigráció mandátuma lejárt, és ezzel lejárta a Szabad Európa Rádió mandátuma is. Az élet bizonyította, Kovács Imre tévedett. Vásárhelyi Miklóstól, a Nagy Imre kormány egykori sajtófőnökétől kérdezem, szokta még hallgatni a Szabad Európa rádiót? Szoktam még hallgatni, bár távolról sem azzal az intenzivitással, mint évtizedeken keresztül. Mert volt olyan idő, amikor minden nap biztos, hogy meghallgattam a délután 6 órai híradót, és ezen kívül, ha izgalmasabb napok voltak, óránként a híreket igyekeztem meghallgatni. Hát persze ma ez az intenzitás megszűnt, mert hát megváltozott a sajtó és a médiák helyzete Magyarországon, de ma elsősorban nem hírek érdekelnek, mert azokat megkapom itt is, hanem a kommentárok, sajtószemlék továbbra is érdekelnek, mert információs források. Véleményem szerint továbbra is szükség van nem csak a Szabad Európára, hanem más jelentős külföldi magyar adásokra is. Itt elsősorban a Szabad Európán kívül a angol rádiónak a magyar adásaira gondolok, mert első kézből is a leggyorsabban innen ismerhetjük meg a magyarországi eseményekkel kapcsolatos külföldi reakciókat egyrészt, másrészt egy más perspektívával szemléli az eseményeket, mint az ember az itthoni környezetben, különösen, ha így benne van a mindennapi politikában. Lehet-e, van-e még szerepe a Szabad Európa Rádiónak az 56-os forradalom emlékének ébren tartásában? Ez nem csak kérdés formájában merül fel, ez felmerül, hát mint tény is, mert azt nyugodtan merem mondani, hogy az elmúlt esztendőkben a tavaly temetés előtt is, de utána is ennek az 56-os szellemnek a ébren tartásáért senki annyit nem tett, mint a Szabad Európa, és ez vonatkozik a jelenlegi helyzetre is.
ahol nálunk bizonyos tendenciákat veszek észre, amelyek ennek a eseménynek a történelmi fontosságát hát igyekszik úgy, ha nem is elhallgatni, hanem kicsit elhanyagolni. Különös tendenciát látok arba az irányba, hogy azoknak a volt kommunistáknak a emlékét úgy valahogy a történelemből kiejtsék, akik pedig 56-ban hát egy döntő szerepet játszottak, és akik a meggyőződésükért és a kiállásukért az életükkel fizettek. Az Európában ilyen tendencia soha nem érvényesült, és nem érvényesül ma sem, tehát ebből a szempontból egészen különlegesen fontosnak tartom a Szabad Európának a tevékenységét. Itt megemlíteném talán azt is, hogy a télen pár hónapig az Egyesült Államokban dolgoztam, kutató munkát végeztem, kifejezetten azzal a céllal, hogy az 1956. októbere, novembere néhány hétnek a előzményeit, hátterét vizsgáljam, és különösen a vitatott kérdéseket. Egyik ezeknek a vitatott kérdéseknek az volt, amit sokáig még jóhiszemű emberek is elfogadtak, hogy hát az itteni eseményeknek a kirobbantásában, kvázi kiprovokálásában a Szabad Európa, ahogy úgy mondották, akkor huszításának igen nagy szerepe volt. A rendelkezésemre álló adatokból egyértelműen arra a megállapításra jutottam, hogy a Szabad Európának ebben a kérdésben nem volt önálló politikája. Ha tehát akárki felelőssé lehet tenni azért, hogy abban az időben milyen volt az adások tartalma és tónusa, akkor az semmi esetre sem a Szabad Európáé és a Szabad Európa újságírójé, szerkesztőjé, sokkal magasabbról jöttek ezek a intenciók. Sajnos többször ígéret ellenére a mai napig sem sikerült megszereznem, és ezt az alkalmat felhasználom arra, hogy kérjem a Szabad Európa mostan illetékes vezetőt, segítsenek nekem az úgynevezett Adenauer jelentésnek a készhezvételével. Én csak annyit tudok, hogy a vizsgálat eredménye ugyanezt állapította meg, hogy nincs a Szabad Európának egy különleges felelőssége. Annyi a felelőssége, mint általában a nyugati politikának. De ez egy nagyon érdekes és állítólag részletes elemző dokumentum, amelyik a Szabad Európa archívumában biztosan megvan. Semmilyen amerikai archívumban nem tudtam hozzájutni, mert úgy tudom, hogy egy kis példányszámban készült, és az én munkámhoz nagyon fontos lenne a dokumentumnak a megszerzése. Néhány napja megkezdte működését a Központi Munkástanács irodája itt Budapesten a Belojamis utca 16-os számú ház első emeletén. Ahogy Rácz Sándor elnök mondta, egy hely, ahol megvethetik végre a lábukat, mert eddig ez sem volt. Én úgy gondolom, hogy Rácz Sándor életében a Szabad Európa Rádió is egy ilyenfajta hely volt. Egyrészt egy igazodási pont jó ideig, másrészt egy hely, ahol megvethette a lábát mind a hallgató, mind pedig az, aki másfajta publikációs lehetőséghez nem jutott. Mint sokan mások, ön is a Szabad Európában jutott szóhoz először hosszú idő után. Mikor is? Hát ha a Szabad Európáról beszélünk, akkor én azt hiszem egy kicsit korábbról kellene beszélnünk. Ugyanis a Szabad Európa rádió, mint vádpont szerepelt nekem 1956-ba a vádiratomba. Nem tudom, hogy sokan vannak Magyarországon, vagy kevesen, akik hasonló vádpontok miatt lettek büntetve. Nekem mégis akkor 56-ban föl kellett vállalnom a Szabad Európával való kapcsolatot, dacára annak, hogy akkor bizony még nem nagyon ismertem a Szabad Európa rádió szellemiségét sem, törekvéseit sem. Az volt az igazság, hogy hallgattam, mint hírforrást, mert az információ mindig érdekelt, és a Szabad Európa Rádió akkor 56 előtt olyan híranyagot juttatott el a hallgatókhoz, amit sehonnan máshonnan nem ismerhetett meg a magyar közönség. Na most évek óta, körülbelül 87 óta többször is találkoztam
megbízottakkal, vagy olyan emberekkel, akik ezt a kérdést fölvetik, hogy, hogy szükség van-e a Szabad Európa Rádióra, vagy nincs szükség. Az a véleményem, hogy nem mi magyarok találtuk ki, hogy a világot meg kell osztani. Akik pedig kitalálták, azoknak számolni kellett azzal, hogy a megosztott világban megosztott információk fognak áramlani. És erre nekünk szükségünk van egyszerű embereknek, mert a gondolkodásunkat muszáj józanítani ezeknek az információknak. Ha ezt az információ áradatot lecsökkentjük, akkor a jó szándékot szüntetjük meg tulajdonképpen, mert nem fogjuk tudni segíteni a tisztességes emberi gondolkodásnak a kifejlődését, hanem engedjük, hogy különféle hatalmi manipulációk folytán jussanak el az információk az illetékesekhez, vagy az egyszerű hallgatókhoz. Az utóbbi időben megsokszorozódott a Rácz Sándor műsora a Szabad Európa Rádióba, mert sajnos nem sokszorozódhatott meg itthon a magyar televízióba, vagy a magyar rádióba. Nekem sokkal nagyobb szükségem lenne, hogy a magyar televízió adjon egy óra hosszát a Rácz Sándoroknak, a magyar munkás képviselőinek, hogy elmondják, hogy milyen problémákkal küszködünk nap mint nap, akár egy-egy munkahelyen, akár az egész nemzetre vonatkozó gondolkodásunkba. Kérném szépen, abba volt nagy segítségünkre nekünk a Szabad Európa Rádió, hogy ő nem disztingvált, hogy mi munkások vagyunk, vagy nem munkásként szólalunk meg, hanem megpróbálta a saját lojalitásával elfogadni a mi gondolkodásunkat, mert a szükség így hozta, mert a hazai médiák nem teljesítik a legfontosabb kötelességüket, hogy a munkásokból fakadó politikai törekvéseket, igényeket, hangokat és véleményeket összegezzék és megjelenítsék. Ez a mai napig így van, sajnos most küzdünk azért, hogy valahol megkapjuk a saját helyünket ezen a téren. Minden új hatalom azt keresi, hogy a munkások felé melyik az a legkisebb ellenállás, amit ő neki föl kell vállalni. Mi nem a legkisebb ellenállás vagyunk, mi a legnagyobb, mi a legvalódibb munkás érdekképviselők vagyunk. Ma nem csak munkás érdeket képviselünk, hanem munkahelyeket is védünk, és védjük az egész nemzetet azért, hogy itt ne rombolás folyjon továbbra, hanem épülés, és azt szeretnénk, ha itt nem munkásokra, meg értelmiségiekre, meg parasztokra osztanák ezt a társadalmat, hanem a magyar társadalom olyan emelkedett szintű polgári társadalommá válna, ahol ezek a jelzők már elvesztik igazi jelentőségüket. Ez a beszélgetés nagyon fontos dolgokról folyt, végül is az önök politikai programját vázoltat el. De volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy a Szabad Európa Rádió beszél a Szabad Európa fontosságáról, holott mindvégig az volt a célunk, hogy a Szabad Európa szembenézzen önmagával, szembenézzen saját szerepével és szerep módosulásával, és segítsen szembenézni a magyar sajtó egészének önmagával. Rácz úr, mennyi időt jósol a Szabad Európa Rádiónak akkor, amikor teljesen átstruktúrálódik a hazai sajtó, és amikor valóban a sajtó a feladatai leglényegét fogja teljesíteni, szűrés, szelektálás, válogatás nélkül? Hát az első veszélyes gócot az hordja magába, hogy honnan származik az a pénz, amivel föntartják magát ezt a szervezetet. Én nagyon sajnálnám, ha az Egyesült Államok bebizonyítaná, hogy olyan szegény, hogy nem képes tovább föntartani ezt a nagyon is szükséges rádióadót, amely nem csak Magyarországnak szükséges, hanem egész Európának szükséges, mert az európai közgondolkodást képes befolyásolni. Azt, hogy ez mennyi ideig kell még föntartani és működtetni, attól függ, hogy Európa szellemisége milyen sebességgel lesz képes átformálódni, európaizálódni, ami mögött én azt értem, hogy humanizálódni, hogy az első az ember legyen, ne a tőke, ne a profit,
és nem mindenféle más érdek, hanem ember, és az emberre épüljön föl az új európai társadalom. Így legyen, és hogyha ez megvalósul, és mi hamarabb megvalósul, a Szabad Európa Rádió nyugodtan mond le eddigi szerepéről. Köszönöm szépen a beszélgetést Rácz Sándornak, a Központi Munkástanács elnökének. Most a beszélgetések végén összegzés helyett egy idézet. Mindenkinek joga van, hogy információkat és eszméket országhatárokra való tekintet nélkül bármilyen formában keressen, megismerjen és terjesszen. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkely. A Szabad Európa Rádió ebben a szellemben tevékenykedik, amíg figyelnek rá. Mi köszönjük, hogy most figyeltek ránk. A Szabad Európa Rádió 1990. július 2-án sugárzott műsorát hallották. A riporter Várkonyi Balázs volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.